1897. november 7-én nyitotta meg kapuit a jelenlegi Bólya iskola jogelődje, Magyaróvár központjában, akkor az egyik legnagyobb intézményként. Most, 125 évvel később, az elmúlt több mint egy évszázadról emlékeztek meg az intézmény tanulói, tanárai november 10-én. Az eseményre az iskola 6. évfolyamos diákjai készültek ünnepi műsorral, amin keresztül a 125 évvel ezelőtti és napjaink diákjainak életét mutatták be. Jó reggelt, édes fiacskám! Jó reggelt, drága mama! Itt a finom habos kakaó, itt meg szépen! Köszönöm, mama! Minden megvan? Itthon ne feledd a görbelényját, a szépiát és a gumiguttit is elraktad? Milyen óráid lesznek ma? Magyar, természetrajz, mértani rajz, mennyiségtan. Az eseményen részt vett az iskola egykori diákja, Nagy Frigyes is, aki diákéveit elevenítette fel beszédében. Én 1945-ben kerültem ide ebbe az iskolába első osztályos tanulónak, és amikor itt megkérdezte, valamelyik kisdiák megkérdezte, hogy hát milyenek lehettek az akkori diákok. Hát megmondom nektek őszintén, ugyanilyenek, mint amilyenek most ti vagytok. Tisztára ugyanilyenek voltunk, mintha magamat látnám. Jókedvűek, vidámak. Pedig 1945-ben nem volt könnyű az élet. Akkor lett vége a világháborúnak. Átvonult a hadsereg, a vörös hadsereg az országon, itt Magyaróváron is. Nagy Frigyes beszédét követően Dobos Tibor és Kocsis Zoltán tanárok, akik 25 évvel ezelőtt a 100. évfordulón elhelyeztek egy időkapszulát az iskola udvarán, és azt idén az ünnepi tanévnyitón kiemelték, most visszahelyezték a földbe az emlékekkel teli urnát. A Bólya iskola épülete az elmúlt 125 évben működött katonai kórházként az első világháború alatt, majd 1972-től a Kapu-Lajos általános iskolába várták a gyerekeket. Ezt az intézményt vonták össze aztán a második számú iskolával. Magyarország leghíresebb matematikusának, Bólyai Jánosnak a nevét 1990-ben vette fel az intézmény, amikor is megindult a középiskolai képzés is. Az általános és a középiskola 3 évvel ezelőtt külön vált egymástól, jelenleg pedig a Győri Szakképzési Centrum fenntartása alatt áll az intézmény. Ezekről az eseményekről Nagy István is megemlékezett beszédében, valamint elmondta, minden mondat, amit a diákok az iskola falain belül hallanak, minden baráti beszélgetés, csalódás és öröm gazdagítja őket, amit az életben is tudnak hasznosítani. 25 évvel ezelőtt is emlékezés volt. 25 év egy generáció. És így több mint 6 generációt ünnepünk most egybe. A történelmi pillanat, amiben vagytok, ebben az a szép, hogy gyakorlatilag ti magatok vagytok a történelem. Ti vagytok és lesztek ennek a városnak a jövője, bennetek él ennek a városnak a jövő történelme. A megemlékezés aztán az iskola tornatermében folytatódott, ahol a technikum diákjai mutatták be műsorukat. Az eseményen részt vett az intézmény fenntartója is, aminek képviseletében a főigazgató köszöntötte a diákokat, tanárokat. Az iskola mottója a hagyomány és megújulás. Emlékszem, hogy amikor először hallottam ezt a szlogent, elég sokat gondolkodtam rajta, hogy mire gondoltak is a kollégák, a szülők és a diákok. Hagyomány szó alatt én az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket, dolgokat értem, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődnek, tükrözik egy adott társadalom értékeit, értékrendjét és világszemléletét. Az intézmény jubileumi héttel emlékezett meg a 125 évről, aminek keretében számos programot szerveztek. Jubileumi hét néven rendeztük meg ezt az egész hetes eseménysort. Hétfőn az óvári ütősök nyitották meg a hét rendezvényeit. Több versenyt is hirdettünk a szakképzési centrum iskolái számára. Volt egy számvitel versenyünk, egy bólyai matematika versenyünk és egy fordító versenyünk az elmúlt héten, illetve a rendezvények csúcspontja a mai nap volt. Az ünnepség végén köszöntötték azokat a tanárokat is, akik több mint egy évtizede dolgoznak a Bólya iskolában, majd a tanári énekkar mutatta be meglepetés műsorát. Tanulni kell a téli fákat, ahol a napig zúzmarása, tanulni kell a nyári felhő, a dobbanás, mint égi erő. A
Az iskola november 19-én 18 órától szervezi meg báját az egyetem dísztermében, ahova várják az érdeklődőket. Jegyek november 14-ig válthatók a Bolyai Iskola titkárságán.